Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kálló Daniel, a Publikus Intézet elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jövő évi választások, EU, helyhatóság és így tovább. Kik fognak a helyhatósági választásokon indulni? Helyhatósági választásokon kit fognak indulni? Hát még ki fognak derülni, hogy ezek kik fognak indulni és hol. Ugyebár számíthatunk ellenzékre és kormánypártra, és hogy milyen... Nem arra gondoltam, mert mindenki arról beszél, hogy civilek. Mi azok a civilek? Kik a civilek? Hát, hogy van lehetőség, ugyebár jelölő szervezetként különböző civil szervezeteknek is jelölteket állítani, hogy ez mennyire lesz a legnagyobb átütő újdonság, az még elválik. Én erről még nem láttam nagyon sok információt, őszintén szólva, hogy itt óriási civil indulások lennének. A civilek vannak annyian, hogy kellő mennyiségű névsort tudnak leadni, igen, és egyszerre több helyen indulnak. Így van, ami most ugyebár az új választási törvénnyel egyébként nehezebb lesz, de természetesen, tehát van lehetőség civil szervezetekként, civil összefogásokban is jelölteket indítani. Egyébként az egy érdekes frissességet hozhat ezekben a választásokban, hogyha becsatlakozik egy ilyen direkt alulról szerveződő civil csoport is. Ennek én komoly jelét jelenleg még nem látom, ezt őszintén megmondva, hogy ez ténylegesen egy versenyszempont lenne, de valóban van rá lehetőség, és hát számíthatunk még meglepetésekre. Kinek fog ez kedvezni, hogy egy napon van a kettő? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm. Tehát egyrészt ez igazából attól függ, hogy az ellenzék milyen stratégiával fog indulni. Gondol ön ma milyen stratégiával? Hát ez, erre én tudok bármit mondani, de még nagyon sok víz fog lefolyni a Dunán idáig. De hogyha az ellenzéki pártok az önkormányzati választásokon is, és az Európai Parlamenti választásokon is legalább valamilyen koordinációban, de még inkább egy összefogásban indulnak, akkor ez egy nagyon erős kampány lendület, hogy mindkét választáson egységben indulnak. Hogyha viszont, és ugye erre is van esély, mert különböző matematikával történik ezek a választások. De hogy indulnának már esélyben, tehát, hogy kicsit megzavarjam. Hisz egy csomó új fiatal párt van, aki a helyhatósági választásokon nem tud indulni, hisz nem tud képviselőket állítani. Így van. Erre térjünk vissza egy másodperc múlva, de azt még hagyj fejezzem be, hogyha viszont az Európa Parlamenti választáson az ellenzék külön indul, amire egyébként van logika, viszont az önkormányzatiban pedig koordinálva, hiába értelmes ez, hiába van ennek logikája, hogyha egy választásra két különböző módon kampányolnak ezek a pártok, akkor lesz egy törés a kampánykommunikációjukban, amit a Fidesz nagyon jól ki tud majd használni, és ugyebár kedvez is nekik, mert hogy néz az ki, hogyha az egyik választásra együtt, a másikra külön indulunk, nem lesz az olyan erős, mint hogyha együtt indulnak mindkettőn. Valóban, akkor mi volt a kérdése, bocsánat? Visszazavartam. Nem tudom visszazavarni. Én logikát is tanultam. Mi lesz a hatása ezekre a választásokra a törvény módosítása? Ugyebár a törvény módosítása teszi lehetővé. Igen. Hát ugyebár felemelték annak a küszöbét, hogy az egyéni kerületekben, 10 000 főnél nagyobb településében hány egyéni kerületben kell egy pártnak jelöltet állítani. Ezért zavarják a civileket a harcba. Hát, talán inkább, szerintem nem a civileket fogják leginkább zavarni, a pártokat. Ez úgy nehezíti meg ez a törvénymódosítás, hogy amíg korábban az egyéni kerületek 50%-ában kellett jelöltet állítania, és így az egymással koordináló, összefogó pártok nagyjából fel tudták osztani, hogy ki hol induljon, most 75%-ban kell, ami azt jelenti, hogy növeli ez az ellenzéki pártok közötti helyi versenyt, illetve esetleg akár még segítheti is őket az összefogásban, mert ugyebár egy komoly motivációt ad arra, hogy ezeket a kerületeket még jobban felosszák, de ez így is erőforrásokat fog elvenni ezektől a pártoktól. Tehát egy ilyen, ugye ezeket a jelölt állításokat megszervezni, pártok között lebizniszelni, hogy akkor ki hol induljon, becsatornázni a helyi hangokat, ez egy nagyon időigényes és politikailag nehéz folyamat. Na jó, most meglátjuk, akkor még nehezebbé fog válni. Tovább.
Önök tulajdonképpen egy kutatóintézet, a Publicus Elemző és Kutatóintézet. Mit gondolnak most az emberek a társadalom, a háborúról és az uniós források érkezéséről vagy nem érkezéséről? Mert ugye ez is befolyásolja ezeket, úgy a helyhatósági, mint az Európai Uniós választásokat. Fognak érkezni majd új adataink is, de ugyebár az elmúlt egy évben nagyjából minden hónapban néztük ezeket a folyamatokat, hogy hogyan alakulnak a társadalomban. Kicsit visszatekintve az ukrán háborúról, ukrán háború az emberek nagyjából változó mértékben állnak, bocsánat, hogy belezavarodtam, tehát a választásokkor volt a legalacsonyabb a szimpátia Ukrajna irányába. Ehhez valószínűleg köthető a korábbi kommunikáció. A választások után, amikor megtörtént a Fidesz győzelme, elkezdhettünk látni egy egyre magasabb szimpátiát az ukránok felé a társadalomban. Ez hónapról hónapra gyakorlatilag nőtt, nagyon változó, nagyon eltérő volt, mint a választások hónapjában tapasztalt adatok. Azonban idén, amikor az ukrán háborúról kérdeztük az embereket, láthattunk egy esést a szimpátiájukban. Nem estek vissza a tavaly áprilisira az adatok, és egyébként most is vannak változások, de azt láthatjuk, hogy minthogyha kicsit csökkent volna a szimpátiájuk. Ennek az oka az én hipotézisemben az, hogy az ellenzéki pártok nem tudtak egy erős, stabil kommunikációt kiépíteni Ukrajnával kapcsolatban. Tehát, sem. Ez meg a másik, de hogy azt az állítást, amit ugyebár a kormány kommunikációban hallhattunk a választások idejében, hogy az ellenzék mennyire háborúpárti, azt cáfolja meg legjobban, hogy az ellenzéknek mennyire nincs egy erős narratívája az ukrán háborúval kapcsolatban. Az ellenzéknek milyen narratívája van egyáltalán? Hát most a kollektív ellenzék... Most mindenki kollektív ellenzék, mind zöldre van festve. És talán egy van közülük, aki igazán zöld. Hát most ez, hogy zöldre vannak festve, milyen színűre vannak festve, az biztos, hogy mostanában kapunk majd új ellenzéki narratívákat, most már elindul a készülés a kampányra, és ugye már ennek a kampánynak, pláne hogy az európai parlamenti választás ugyanazon a napon lesz, számíthatunk meglepetésekre szerintem. Mivel szövetségekre is? Számíthatunk szerintem. Az én hipotézisemben igen, mivel egyszerűen a matematika ezt hozza ki logikusnak, és ugyebár ez az olyan első olyan ellenzék, olyan európai parlamenti választás, amiben a Fidesz hát az eddigi leginkább gyakorlatilag EU ellenes pozícióban van. Ugye már nincs meg az Európa Parlamenti Pártszövetsége, az Európai Néppárti Pártszövetsége, ami a múltkori választásban még megvolt. És hát azokban már hónapokkal ezelőtt kilépett. Hát köszönöm, igen, hogy itt volt, és visszavárjuk. Nagyon szépen köszönöm. Kálló Danielt, a Publicus Intézet elemzőjét látták és hallották, most előzetesek. Majd következik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon. Írjon, amikor kedve van hozzá, telefonáljon este 9-ig, és ne ünnepek alatt. Várjuk hívásaikat, fogadják szeretettel az összeállításunkat. Majd ezután jövünk vissza. Híradó után vendégünk lesz Soproni Tamás, 6. kerület polgármestere, Erdély Rezső Krisztián, Nézőpont elemzője, és itt lesz nálunk az Árnyék Kormány egészségügyi minisztere is, dr. Lomnici Zoltán, majd jön ifjú Lomnici Zoltán, nemzetközi alkotmányjogász. Ez a mai kínálat, és ne felejtsék el, hogy hétfő van. Azaz lesz kipa is, sőt lesz világzsidó szemmel is. Érdekes adásokkal várjuk Önöket ma is, mind a hét minden napján. Köszönöm, hogy itt volt, visszavárjuk. Köszönöm szépen.